Nagyon köszönöm a meghívást. Sajnos nem tudok a felmenőim között székelyről, amit őszintén sajnálok, de miután már valóban 3 évtizede folyamatosan járok Erdélybe kutatni, a különböző erdélyi levéltárokban, ahol a székelyeket utol lehet érni, ezért azt már megkaptam székely kolléganőmtől, sajnos már nem él Tüdős Kingától, aki Sepsi Szentgyörgyi nagyszerű, ő viszont egy igazi székely történésze volt ennek a témának, hogy hát tiszteletbeli székelyé fogad, és ezért tettem is már lépéseket, mert a lányomnak a vőlegénye, ő viszont egy valódi erdélyi, tehát ha nem is a múltban, de a jövőben úgy tűnik, hogy mégiscsak lesz rokoni kapcsolatom Erdélyországgal, amit nagyon nagy örömmel vett az egész családunk. Tehát az életrajzomnak a kiegészítése talán még ennyi, és még annyi, hogy mivel valóban nincsenek felmenőim, az én nagy Erdély iránti szerelmem az a gimnázium éveimben kezdődött, amikor még az Átkosban éltünk, és nekem volt egy nagyszerű magyar tanárom, aki minden tiltás ellenére minden osztályát elhozta Erdélybe, és azzal kezdődött, hogy mindenkinek meg kellett csukolni a földet, amikor megérkeztünk Erdélybe, tehát hogy egy ilyen nagyon mély, ilyen mély erdélyi kötődést alakított ki a tanítványaiban. Én beleszerettem Sütő Andrásnak a műveibe, folyamatosan olvastam őket, és amikor egyetemista lettem, akkor teljesen világos volt, hogy én Erdély történetével szeretnék foglalkozni. A székelység az még nem volt ennyire biztos, de döbbenetes módon az Úristen mindig szépen alakítja az embernek az életét. A másodéves koromban, amikor megkérdeztem a témavezetőmet, aki ennek a korszaknak volt a szakértője, hogy mégis mit kutassak, akkor én több témát elmondtam, a székelyek voltak az egyik, és ő a székelyekre mutatott rá. És nagyon hosszú ideig vívtunk egymással a székely történelemmel, mert ez nem egy könnyű téma. Ráadásul, amikor 91-ben ki tudtam jönni már Kolozsvárra a levéltárba kutatni, akkor azért még az nagyon nehéz időszak volt, a belügyminisztériumban nehezen adták meg a kutatási engedélyt egy magyarországinak, de minden esetre akkor a sok öreg székelységkutató, többek között Imre István, aki maga is székely, háromszéki, ő is azt mondta, hogy hát Juditka, már annyi mindent kutattak, hogy hát nem is biztos, hogy lehet itt mit mondani. És hát hála Istennek nem volt igazuk, mert igenis sok mindent lehetett azóta is kutatni, és a mai napig áldom azért a sorsomat, hogy valóban ezt a témát tudtam választani, vagy megkapni valószínűleg a egészen fiatal koromban. Tehát én azóta, 91 óta egészen biztosan már, de nem 91-ben, mondjuk ilyen 80-as évek végétől már a székelységgel foglalkozom. És akkor nézzük is meg, hogy mi is az én konkrét témám. Amikor elkezdtem a székelyekkel foglalkozni, akkor az én szakdolgozatom, egyetemi szakdolgozatomban azt tűnt fel nekem, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelemnek milyen nagy szüksége volt a székelyekre. Többek között éppen a csiki és háromszéki székelyekre is, az ő katonai erejükre. És az volt az érdekes, hogy hát Báthori Gábor fejedelemségéről nem sok jót írtak, de kétségtelen, hogy ő a székelyeknek az emlékezetében egy igazi katonaemberként maradt meg, akit nagyon szerettek, és mikor már ő nem élt, még akkor is az országgyűlésben azt szerették volna törvénybe iktatni, hogy ők, a székelyek még most is siratják Báthori Gábor fejedelmet, és ez azért volt, mert a fejedelmek közül nem mindegyik érzett rá arra, hogy a székelyeknek a katonai ereje milyen különösen is fontos Erdély számára, de egyébként Báthori Gábor ilyen volt, Báthori István is egyébként az ő nagybácsikája ugyanígy gondolkodott, de Báthori Gábor még közelebb érezte magát a katonáskodó székelyekhez. És akkor nézzük is meg, hogy kik tulajdonképpen ezek a székelyek. Egy kicsit, amivel én foglalkozom most már egy jó ideje, az a székely nemesség kérdése. Azért izgalmas ez a kérdés a székelység esetében, mert gyakorlatilag az, hogy nemes, az a történelemben általában ugye a latin nobilis szóval szokott egyenlő lenni, és a nemesek azok a kiváltságosak, azok, akik nem a jobbágyok gyakorlatilag, ugye mondhatunk ilyesmit is.
És a székelység esetében azért itt egy, a nemes kifejezésnek egy sokkal izgalmasabb formája alakult ki, ugyanis itt az egész székelységet a középkorban nemes székely nemzetnek nevezi, a kortárs is, és a történetírás is, azaz itt a nemesség, az egy valóban több jelentésű szó, és akkor nézzük is meg, hogy gyakorlatilag mit jelent ez a kifejezés. Amire nem fogok kitérni, mert akkor sosem fogunk hazamenni, az a székelyeknek az eredete, úgyhogy ezért elnézést is kérek, de szerintem ezt nagyon sokan biztos elmondták már itt, és azért is, mert ez nem az én kutatási területem, noha szoktam tanítani a hallgatóknak természetesen. Tehát amiről én fogok beszélni, az inkább már az összetelepült székelységnek a kiváltságai és az élet története, elsősorban mondjuk a 15. század és 17. század közötti periódus tekintve. De azért majd ki fogunk tekinteni ide-oda, majd látható lesz. Amikor István király korában vagyunk, ugye ez még a székelyek összetelepülésének előtti időszaka, akkor kezd kialakulni az a későbbi magyar társadalom, a magyar királyságnak a társadalma, és ennek a társadalomnak egy nagyon fontos része egy olyan csoport, akiket úgy hívtak, hogy szerviensek. Talán a szó ismerős, minden esetre ők latinul magukat úgy hívták, hogy servientes regis. Ez azt jelenti, hogy a király, egyedül a királynak szolgáltak. Tehát ők, akik egyedül a király szolgálatában álltak, ezek katonák voltak, kiváltságos katonák voltak, és azért kapták a kiváltságaikat, mert az egész életük gyakorlatilag az uralkodónak a fegyveres védelméről, a fegyveres támogatásáról szólt. Amikor majd elindul az úgynevezett feudalizálódás és megindul a magyar államnak a kiépülése, akkor ez a szerviens réteg, ez a magyar államban ez fel fog szívódni, illetve ugye belőlük lesznek az igazán jelentős részéből lesznek majd az igazi nemesek, és akik mondjuk majd aztán báró néven lesznek ismeretesek, és az alsó részükből lesznek az úgynevezett vármegyei köznemesek, akik azért nagyon sokszor ki voltak téve ezeknek a báróknak a vegzatúrájának. Minden esetre ez a csoport, hogy szerviens, ez eltűnik. És megjelennek viszont a szerviensi jogok egy egészen más területén az országnak, a székelyföldön. A székelyek fogják továbbvinni ezt a nagyon ősi, gyakorlatilag a királynak szolgáló, a királynak a vérét adó eszmét, és ez lesz az, ami egy katona nemzeté teszi a székelységet. Még annyit talán érdemes elmondani, hogy amikor én 91-ben kijöttem Kolozsvára, akkor már nem ismeretlenül érkeztem, mert az előző évben nekem tanárom volt, hála Istennek, az a fantasztikus székely származású történész, aki ma is él még, úgy hívják őt, hogy Egyed Ákos, és most már bőven 90 fölött van, és ő lett az én mentorom, az én mesterem valójában, és Ákos bácsi, most is holnap is majd megyek hozzá, Ákos bácsi gyakorlatilag vezetett be a levéltárba, és ő mesélte el nekem azt, hogy ő, aki egy háromszéki, a Bodos nevű faluból származik, ő amikor hazament egyetemistaként Bodosba, akkor tapasztalta meg, hogy olyan erős a közösségében a székely öntudat és a székely identitáshoz való ragaszkodás, hogy amíg nem vette föl a harisnyáját, addig nem is tekintették igazi rendes embernek. Tehát gyakorlatilag kinézték a faluból, amíg fel nem vette a székely harisnyáját, és hogy még egy nagyon szép emléket őrzett ő, hogy a II. Világháború idején annyira benne volt a székelységnek a zsigereiben ez a katonai identitás, hogy amikor el kellett kezdeni szervezni a katonaságot, akkor gyakorlatilag, mintha ezek az ősi ösztönök jelentek volna meg a székelyeken belül. Tehát, hogy valóban azt mondhatjuk, hogy a székelység mint közösség vált katona nemzetté. Ezeket a szép képeket, ezeket több nagyszerű képeskönyvben is meg lehet találni, a székelyeknek a fegyverzetéről és magukról, a székelyekről készültek ezek a képek. Van egy nagyszerű kollégám, aki szintén nem székely származású, Bészabó János, aki a székelységnek a hat történetét kutatja, és ő használja ezeket a képeket, meg ezeket a fegyvereknek a vizsgálatát.
No, tehát nézzük akkor a székelységnek, a nemességének a jellemző vonásait. Mitől más ez, mint az a nemesség, amit a feudális középkorban ismerünk? Tehát azt mondhatjuk, hogy elsősorban is ez egy kollektív nemesség. Tehát gyakorlatilag a középkor egészét tekintve, tehát attól kezdve, amikortól megtörténik a betelepítés, vagy a összetelepülés, ugye erről keveset tudunk, és nem is biztos, hogy ez egységes formában történt meg, de egyet biztosan tudunk, azt pedig tudjuk, hogy még a hármas könyvben is, tehát még az 1514-ben keletkezett Verbőci féle tripartitumban is megemlékeznek arról, hogy bizony, és még Első Ferdinánd is tudja ezt, hogy bizony valamennyi székelyt nemesként kell kezelni. És ez annyira így volt a középkorban, hogy képzeljék el, hogy amikor valaki átköltözött a Székelyföldről a Magyar Királyság egy más területére, ha ő igazolta, hogy ő székely, akkor elfogadták őt nemesként. Tehát akkor ő a nemesi társadalomba tagozódott be természetszerűen, teljesen függetlenül attól, hogy ő milyen anyagi helyzetben volt a Székelyföldön. Tehát ez egy nagyon nagy rang, ez egy nagyon fontos kiváltság a székelység esetében, és nézzük meg akkor ennek a nemességnek azért a jellemzőit. Ugye minden nemesség a középkor során az adómentességgel jár. Tehát a nemesség a középkorban, ez viszont mindenhol így van Európában, annak adatik, aki katonai szolgálattal szolgálja az uralkodót, és ezért a katonai szolgálatért viszont, mivel ő már a vérével adózik, ezért gyakorlatilag az uralkodók nem kérnek adót ezektől a nemesektől. Mi a helyzet a székely kollektív nemesi társadalom esetében? Ott az van, hogy valóban nincsen adó, egyetlen egy uralkodónak szóló juttatás szerepel a középkorban a székelység neve mellett, és ez pedig a híres ökörsütés vagy signatura bónumnak nevezett juttatás, ami attól nem számít adónak, hogy nem kellett évente befizetni, hanem kizárólag az uralkodónak, hogyha az uralkodót koronázták, vagy hogyha az uralkodónak fiú örököse született. De ezt időnként teljesen elfelejtették a magyar uralkodók, ezt onnan tudjuk, hogy amikor a 16. század elején Tomori Pál megjelent a Székelyföldön, és Szapolyai Jánosnak, a erdélyi vajdának a szolgálatában be akarta szedni ezt a bizonyos ököradót, ami nem adó volt, ugye, hanem egy ajándéknak titulálták, akkor bizony a székelyek teljesen föllázadtak, és közölték, hogy hát ki hallott még ilyet, bizony nekem még a nagyapám sem hallotta, hogy nekünk bármit kellene adni az uralkodónak a katonai szolgálaton kívül. Tehát nagyon ritkán kellett a székelyeknek, volt, hogy lovat, de legtöbbször ugye ökröt adományozni, ez úgy nézett ki nagyjából. Amikor a háromkötetes erdélyi történet 1986-ban megjelent, akkor nem sokkal később lefordították franciára, és ugye ezt a szót, hogy ökörsütés, ezt nem értették a franciák, és nagyjából úgy fordították le, mintha ez valami piknik lett volna, ahol ugye ököröket sütögettek. Valójában ugye tudjuk, hogy nem erről van szó, hanem az uralkodónak a címerét bélyegezték rá azokra a beszolgáltatott ökrökre, amiket a székelység adományozott az uralkodó számára, ajándékképpen egy ünnep, megünnepléseképpen. Tehát mi a lényeg? Az, hogy mindenki személyileg szabad a Székelyföldön, és ez 1562-ig, de jure egészen biztosan így volt. De facto nem mindig egyébként, mert gyakorlatilag a 16. századnak az elejétől világosan látható, sőt, azt mondhatjuk, hogy már Hunyadi Mátyásnak a uralkodásától kezdődően látható, hogy azért megindulnak a székely társadalmon belül olyan mozgások, amelyek majd oda vezetnek, hogy megjelennek olyan csoportok, amelyeket megpróbálnak leuralni azok, akik gazdagabbak vagy hatalmasabbak voltak, de tényszerűen elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a kora újkorig nincsen földesúrjobbágy viszony a székely társadalmon belül, ami egy teljes unikum. Ami egyébként azt is jelenti, hogy nagyon nehéz volt a székelységhez viszonyulni az uralkodóknak. Ez majd kiderül egyébként a 16. században, a fejedelmek érzékelték ezt leginkább. Amikor a Magyar Királyság még megfelelő méretű volt, akkor az, hogy a székelység, mint közösség nem fizetett adót, ez nem hiányzott a kasszából.
hiszen olyan nagy volt az ellentételezés a katonai szolgálat révén. Gyakorlatilag tehát ez nem okozott gondot. Amikor majd az erdélyi fejedelemség elkezd kialakulni, ugye az egy nagyságrendileg kisebb állam. Ott már bizony az adóbevétel miatt fontossá vált, hogy majd a székelyek is adót fizessenek a mindenkori erdélyi fejedelem számára. Jó, és akkor nézzük tovább. Tehát ezek a, mik voltak még ennek a székely nemesi társadalomnak a nagyon izgalmas kiváltságai? Van egy kiváltság, aminek a gyökere az mindenhol, minden jogkönyvben beíratik egyébként, de mégis ugye nagyon-nagyon homályos. A székelységnek van egy tudása arról, hogy ők maguk úgynevezett ősfoglalás révén jutottak a székely földhöz. Ez azt jelenti, hogy nem az uralkodónak volt ez a földje, és ő adományozta ezt a székelységnek, hanem ők foglalták el ezt maguknak. Ergo az uralkodónak valójában nincsen köze hozzá. És miért érdekes ez? Ez azért, mert egyébként a Magyar Királyság összes többi területén van egy nagyon fontos jog, ezt úgy nevezik, hogy jus regium. Ennek az a lényege, hogy ha bárki, nyilván a nemesekről volt szó, mert nekik voltak birtokaik, tehát ha bárki mondjuk magszakadás miatt a családja elveszíti a, hát már nem tudja a birtokát birtokolni, hiszen nincsen már több férfi fiú a családban, vagy hogyha valaki fej- és jószágvesztésre ítéltetik, és akkor ugye megfosztják a birtokaitól, ezekben az esetekben nagyon hosszú ideig, egészen a 19. századig van egy nagyon fontos jog, ez a háramlási jog, ez azt jelenti, ezt ugye Széchenyi István lázott fel ez ellen a Hitel című művében, hogyha még emlékszünk rá, ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy igazából elvileg minden birtok az uralkodójé, és minden birtok a kincstáré. És hogyha valaki tehát magszakadás miatt elveszítette azt, vagy fej- és jószágvesztésre ítélték, akkor ez a birtok, ez a kincstárhoz került, és az uralkodó dönthetett ennek a tovább adományozásáról. Annyi volt még a megkötés, hogy nyilván olyanoknak, akik valamilyen rokoni szállat fel tudtak mutatni ehhez a családhoz. Ugyanakkor mi van a székelyföldön? A székelyföldön sokkal szabadabb a helyzet, ugyanis az uralkodó elméletileg nem gyakorolhatta ezt a jogát a székelyföld határain belül, hanem a székely közösségnek kellett újraosztani azt a földet, ami ilyen módon tulajdonos nélkül maradt. Tehát ez már rögtön egy ilyen nagyon izgalmas különlegesség, ami a székely kollektív nemességből egyébként következett. A másik, amit a székelység nagyon hamar megteremt magának, ez a saját vezetők választásának a joga. Ugye itt nagyon fontos, hogy a székely társadalom az egy katonai társadalom, és ellentétben az összes többi területtel, ami a Magyar Királyságon belül létezik, ugye ott megjelennek majd természetesen a megyéken belül az ispánok, majd később a főispánok. Mi a helyzet a székelyföldön? Ugye itt székek vannak, székek, ugye ezt mindannyian jól tudjuk, és a székeken belül két vezető is kialakul, két vezetői pozíció is kialakul. Az egyik vezetői pozíció lesz a katonai, ők lesznek a hadnagyok vagy kapitányok, és a másik pedig, az pedig a polgári ügyekben döntéseket hozó tisztviselő, ő pedig a királybíró, vagy bíró. Ugye azért izgalmas ez a kettős megnevezés, mert a királybíró egy olyan tisztségre utal, akiket az uralkodó igyekezett a székelységbe kinevezni, de gyakorlatilag a székely társadalom olyan ügyes volt, hogy egy idő után a királybírókat is ő maga választotta saját maga körül. És akkor az uralkodónak gondolkodnia kellett megint, hogy akkor most mit csináljon. Ugye egy dolog volt, ami az uralkodónak a jogköre maradt, hogy a székelyeket hadba vezető fő vezér, ugye a székely ispánról beszélünk, őt az uralkodó nevezte ki minden körülmények között, és ugye itt is van egy nagyon izgalmas lépés, mert Hunyadi János annyira szerette egy kézben tartani az összes tisztséget, hogy bizony ő
Amikor ő volt Erdély vajdája, akkor ő bizony az Erdélyi Vajda tisztségéhez hozzácsapta a Székely-Ispáni tisztséget is, és ettől kezdődően, tehát a 15. századtól kezdődően a Székely-Ispánok, vagy illetve az Erdélyi Vajdák mindig Székely-Ispánok is voltak. És ez azért izgalmas, mert amikor majd kialakul az Erdélyi Fejedelemség, akkor az Erdélyi Fejedelem címei között, minden fejedelem címe között ott szerepel a comes siculorum, tehát a székely-ispán kifejezés. Tehát, hogy a székelység milyen fontos az erdélyi fejedelmeknek, az abból is látszik, hogy ezt a tisztséget, ezt a fejedelmek tovább viszik, és a későbbiekben is nagy erőszeretettel és büszkeséggel fogják majd használni, és beleírni az ő saját címeik közé. Igen, és még azt érdemes tudni, hogy mivel ez egy katonatársadalom, a katonai vezető, a hadnagy vagy kapitány mindig fontosabb volt, tehát mindig tekintélyesebb volt. Tehát ahogy végignéztem az okleveleket, úgy világosan látszik, hogy a középkortól kezdődően a kapitány vagy főkapitány volt az igazán jelentős vezetője a székeknek. Tehát a katonai vezető volt az igazán jelentős ebben és a bíró az természetesen fontos volt, de ő azért egy második vonalban tartozott. Nézzük tovább akkor, ha már különlegességekről beszéltünk, akkor ugye ez az, amit mindenki szokott tudni, de egy picit nézzük meg ugye ennek a lényegét, hogy a székely társadalomban nincsen nemes lófő, vagy nemes jobbágy dihotómia, hanem van helyette egy nagyon izgalmas felosztás. Bodor György egy nagyszerű kutatója a székelységnek volt, neki az volt a teóriája, hogy az, amit szoktunk tudni, hogy primor, lófő és közszékely, vagy peditész, ez a 15. században alakul ki, és valójában eredetileg csak két rétege létezett a székelységnek. Én ezt osztom, nekem ez rokon szenves, főleg, mert az oklevelek sem mutatnak nagyon mást. Van egy nagyon masszív és tulajdonképpen többségben lévő társadalmi csoport, ők a lófők, vagy a primipilusok, ugye ez a hadnagy latin kifejezése. Mit jelent a lófő? Ahogy Ákos bácsi, Egyed Ákos mindig mondta, hogy amikor a székelyeket, a székely katonákat megszámolták, akkor ott állt a ló fejénél a derék lovasa, és hogy innen lehetett tudni, hogy egy lóval szolgáló katonája a magyar uralkodónak. Minden esetre ez a nagy és a székely társadalom többségét jelentő lófő közösség, ez volt egyedül jogosult arra, hogy a tisztségeket viselje. Nagyon izgalmas módon, ugye ezt talán mindenki tudja, hogy egészen hosszú ideig megőrzi a székelység a nemzetségi struktúrát. Van ez a gyönyörű 24 tagból álló rendszer a nemeknek és az ágaknak a rendje, és sajnos nem minden székből tudjuk ezt forrásosan igazolni, de a székek egy részében világosan látható, hogy évente rotációszerűen váltogatták egymást a különböző ágai a nemzetségeknek, és így jutottak hozzá a vezető tisztségekhez. Nagyon izgalmas, hogy a székely társadalomnak az alsó része, akiket közszékelyeknek, vagy peditésznek, vagy gyalogszékelyeknek neveznek, egy olyan társadalmi csoport volt, akik kimaradtak a tisztségviselésből, ugye nem is lóval katonáskodtak, nem is illette meg őket az a lófőbirtok, ami egyébként a falvakban az általánosan megszabott birtokmennyiség volt, és ezért Bodor György azt feltételezte, ez egy izgalmas kérdés, hogy a székely társadalom tulajdonképpen meg lehet, hogy egészen az ősi időkben, de etnikailag is lehet, hogy kettős. Ami azt jelenti, hogy igazából a jelentős rész a lófők voltak, és hogy milyen módon vannak jelen a közszékelyek, az egy nagyon izgalmas kérdés a továbbiakban is a székely társadalomban. És akkor ahogy eljutunk a 14.-15. században, ugye azt mindenki tudja, hogy bizony a székelyeknek a hadi dicsőségét, azt a képes krónikától kezdve nagyon sok középkori forrás megénekelte, és nagyon hamar megkezdődik az a folyamat, hogy vannak olyan katonák, akik hát például egyrészt olyan szerencsések, hogy nem halnak meg a különböző hadjáratokban, másrészt pedig nagyon hősiesen küzdenek az uralkodó mellett. Ugye tudjuk, hogy nagyon izgalmas módon katonáskodik a székelység a középkorban a magyar király mellett. Ezt egyébként 1499-ből tudjuk, tehát egész későn írja le ezt egy törvény, Ulászlónak a törvénye. Ennek az volt nagyjából a lényege, hogy noha
a törvény az fejenkénti katonáskodást írt elő, de ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor eltűnt a Székelyföldről az összes férfi, hanem sokkal okosabban oldották ezt meg. Egy telekről kellett elmenni egy embernek, és egy teleken több generáció is lakhatott együtt, sőt, akár testvérek is élhettek együtt. Tehát azért megmaradtak férfiak a Székelyföldön belül természetesen, akármilyen hadjárat is volt. Ráadásul több megkötés is volt. Azt is tudjuk, hogy a székelység azért volt nagyon kedvező, mint katona elem az magyar uralkodó számára, mert 14 napig a saját költségén katonáskodott az uralkodóval. Tehát vitte magával az elemúzsiát, a fegyverét és mindent, és nem kellett rá gondot viselni. És még ezen felül azzal a nagyon fontos és nem kis kockázatot rejtő jellemzővel is rendelkezik a székely katonaság, hogy amikor az uralkodó elindul a hadba, akkor mindig a had élén megy a székelység, és amikor pedig menekülnie kell, vagy visszavonul, akkor mindig a had végében. Ez egyébként ez az úgynevezett csatolt népelemeknek volt a népvándorlás korában a jellemzője. Emiatt gondolnak sokan arra, hogy esetleg valamilyen türk népesség, a kabarok, vagy bárkiben kellene legalább a székelységnek egy részének az őseit keresni. Tehát, hogy van egy ilyen csatolt népelem funkció. Minden esetre még az is benne szerepel a törvényekben, hogy amikor az uralkodó keletre megy, és az uralkodó is ott van, akkor kellett minden egyes telekről elindulni a székely katonáknak. Ellenben, ha már az uralkodó nem volt jelen, akkor ennek a katonai kontingensnek csak a felét kellett szolgáltatni a székelyeknek. És hogyha nem keletre indult az uralkodó, hanem bármilyen más irányba, akkor elég volt az egész katonai, székely katonai kontingensnek az ötödét, és hogyha az uralkodó oda nem ment, akkor viszont elég volt a tizedét hadba vinni a székelységnek. Tehát gyakorlatilag egy nagyon jó rendszer alakult ki. Még van néhány dolog, ami a székely katonaságnak, én nagyon kedvelem a szokását, amit inkább a koraújkorban látok, tehát a középkorra nézve nem vagyok biztos, de a koraújkorban biztos így volt. Az egyik, hogy nem vitték el a fiúkat katonának addig, ameddig meg nem házasodtak. Ez az utódlás szempontjából elég fontos volt, hogy ugye legyen utód mindenképpen. Sőt, a székelységnek volt egy ilyen nagyon aranyos katonai gyes, én így hívom, ugyanis, hogyha éppen gyermek született a családban, akkor a kapitánya felmenthette a hadviselés alól, hogy maradjon ott a csecsemő gyermekkel ez az ifjú apa. Tehát ez szerintem egy gyönyörű dolog, és ezt tényleg sehol máshol nem találtam meg, csak a székely társadalomnak a történetében. Minden esetre a 15. században tehát néhány katonai vezető magához tudja ragadni nem csak a katonai vezető kezdeményezést, hanem gyakorlatilag vannak olyan családok a 15. századra a Székelyföldön belül, amelyek egy kicsit így monopolizálják a székely főtisztségeket. Ilyen család például egyébként a gyergyói Lázár család volt. Ők volt, hogy nem adták át a másik ágnak a tisztségviselést, hanem a következő évben is ők adtak tisztségviselőt, és a következő évben is ők adtak. És ugyanez látszik Udvarhely széken a Homorod Szentpáli Kornis család esetében, tehát mind a két családnak sikerült ezt a nagyon fontos lépést megtenni, tehát elindulnak a nemessé válás, tehát az országos nemessé válás irányába. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a 15. századra elkezd szaporodni azoknak a székelyeknek a száma, és itt már úgy hívjuk őket, hogy primorok, primóris, elsők, vagy a székely társadalom elsői, vagy főemberek. Ugye ezek mindig voltak, minden székben található néhány család, de van olyan, hogy egy családból az egyik ág az primorrá válik, és a többi az csak lófő marad, tehát ez is megtörténhet. Minden esetre tehát megjelenik a primor kifejezés használata a 15. században, és ezek a katonai vezetők, ezek egyre többször kapnak földbirtokot a Székelyföldön kívül. Általában a Székelyföld határai mellett, tehát könnyű volt éppen a birtokokat egyeztetni, de egy nagyon izgalmas dolog tárul a szemük elé. Itt a Székelyföldön ugye van egy nagyon izgalmas egyenlőség a kollektív székely nemesség miatt, ellenben a
vármegyékben, ott bizony ők kapnak jobbágyakat is. És ezért a 15. században elindul egy folyamat, a gazdagabb lófők és a primorok elkezdik egy kicsit maguk alá szorítani, főleg a közszékelyeket vagy a szegényebb lófőket, és ennek az lesz a következő, hogy bizony komoly székelyfelkelések törnek ki, éppen Hunyadi Mátyás uralma idején, és Mátyásnak kell majd rendet tenni ebben az időszakban, és bizony ezt meg is teszi, majd Mátyásnak köszönhető az, hogy elkezdődik a székelységnek az összeírása. 1473. december 9-én kell az a Hunyadi Mátyás magyar király által adott oklevél, amelyben elrendeli, hogy a rendek tagjainak a neveit jegyzőkönyvekben kell összeírni, és végül is kétféle összeírás is érvényes lesz a székelységre. Az egyik az úgynevezett rendi jegyzőkönyvek. Ennek az a lényege, hogy itt az uralkodó elsősorban arra kíváncsi, hogy melyik család, melyik rendnek a tagja. Tehát ki a lófő, ki a primor, és ki a gyalogszékely. Ilyen összeírást készített egyébként majd 1614-ben Bethlen Gábor fejedelem is. És vannak a klasszikus úgynevezett lustra jegyzékek, amelyek a katonai mustrák idején készülnek, amikor kizárólag egy dolog érdekli az uralkodót, majd később az erdélyi fejedelmet, hogy milyen mennyiségű katona, székely katonára számíthat ő a különböző hadjárataiban. És akkor nézzük tovább. Tehát eljutottunk oda, hogy a 15. század végén már megjelennek olyan gesztusok a primorok és a gazdag lófők részéről, hogy bizony ők szeretnének egy kicsit a Székelyföldön belül is úgy viselkedni, mint a vármegyék területén. Egyre többször szeretik a széki tisztségeket megragadni és a kezükben tartani, illetve ilyen módon gyakorlatilag egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, és elkezdődik most már nem csak egy katonai elitnek a kialakulása, ugye a primorokat katonai elitnek nevezhetjük, tehát egy olyan elitnek, ami a katonai szolgálatból, meg a katonai kiválóságból alakul ki. Az, hogyha már valaki a tisztségekhez ragaszkodik, és a tisztségeket privatizálja, ez már egy politikai elit kialakulásának a kezdete a Székelyföldön belül. Nagyon izgalmas, hogy sokáig úgy gondolta a székely történetírás, hogy a székelység az egy roppant egységes egész, nagyon minden székely szék egyformán viselkedik. Szerintem, akik itt vannak, pontosan tudják, hogy ez nem így van. Tehát a különböző székek nagyon is eltérő karakterrel is tudnak rendelkezni. Noha természetesen ugyanarról a székelységről van szó, de mégis a széki társadalmak alapvetően sok dologban tudnak különbözni, már az egymáshoz való viszony tekintetében is. Ugye nem minden szék szerette egymást már egészen a korai időkben, vagy a szék közösségei nem feltétlenül szerették egymást. Különböző időkben telepedtek meg, különböző helyekről érkeztek, és különböző fokú zártsággal rendelkeztek, tehát nem minden székely közösség őrizte ugyanúgy a saját identitását, mint ahogy mondjuk egy bizonyos területen lakók. Nagyon érdekes, hogy például Marosszéknek a lakosai, mivel ők érintkeztek a leginkább a vármegyékkel, és ugye Marosszék gyakorlatilag Marosvásárhely, amelyik a középkorban még Székelyvásárhely nevet viselte. Tehát Székelyvásárhely esetében pontosan tudjuk, hogy azért alakul ki valóban olyan jelentős városias várossá, mert hogy ott bonyolódik a kereskedelem a vármegyéknek a népével. Nagyon fontos kereskedelmi terület ez a Marosszék gyakorlatilag egészen, és ennek viszont az lesz a következménye, hogy ugye elvész a réven, amit nyerünk a vámon, gyakorlatilag Marosszéknek a lakossága már a kora újkorban is, hát bizonytalanabban, hogy ő a székelységhez tartozna el teljes egészében. Talán ezt értjük meg, talán ismerjük ennek a történetét. Nagyon gyakran érzékelem azt, hogy például Borsos Tamás, aki egy kiváló 17. századi erdélyi diplomata, egyébként egy szombatos székely, Marosvásárhelynek a bírója is volt, tehát egy nagyon izgalmas figurája a korszaknak, Bethlen Gábornak volt a diplomatája. Például ő gyakorlatilag úgy nyilatkozik magáról, mintha ő nem is volna annyira székely.
Érthető? Tehát ez nagyon érdekes, hogy melyik szék mennyire tekintette magát zártnak. Na és akkor nézzük egy picit néhány jellemzőt, ugye mi a jellemző a különböző székekre, hogyha az anyaszékkel kezdjük, a anyaszéknek tekintett udvarhelyszéket vesszük először, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy döbbenetes módon az udvarhelyszéki székelység is relatíven nyitott volt, mondjuk például a háromszéki vagy a csíki székelységhez képest, ugyanis több beköltöző családdal is számolnunk kell, sőt, képzeljék el, hogy a 16. századra a nem székely eredetű családok el tudták érni a udvarhelyszéken, hogy őket a primorok közé emeljék. Ez egy nagyon nagy dolog valójában. Ilyen volt a Dersi Petki család, a Homorú-Szentpáli Kornis család, vagy a Fiatfalvi Gerép család is. Tehát úgy települnek be a székelyföldre, hogy ők eredendően nem székely származásúak, de nagyon hamar képes, felmérik itt ezt a terepet, nem messziről jönnek, főleg nem a petkiek, vagy a gerébek, de minden esetre teljesen világos, hogy ez egy ilyen összetettebb társadalom, és érdekes módon, mivel ezek a családok egy alapvetően feudális közegből jönnek, ők sokkal hamarabb akarják majd szétverni a székely egyenlőséget, ezt a fajta székely közeget, ami a középkorban egyébként jellemző volt a székelységre, és döbbenetes módon azok az egyébként ősibb családok, az ábrámfalvi ugronok vagy a vargyasi danielek, ők lemaradnak ebben a versenyben, és majd a 16. század második felére elsősorban éppen a kornisok meg a petkiek fognak felemelkedni, és tudnak élni a kor lehetőségeivel. Mi a helyzet háromszékkel? Háromszékben inkább ősi családok vannak jelen, ilyenek voltak az abolai basák, az abolai és zágoni mikesek, a köröspataki kálnokiak, az imecsek, az uzoni béldiek, a hidvégi mikók. Ugye ez egy érdekes dolog, mert ugye a Hidvég egy ilyen határhelyzetben lévő település, a sepsiszentgyörgyi dacok, vagy a hidvégi nemes családok, de ők nagyon komolyan székelynek tekintik magukat. Mi a helyzet marosszékkel? Ugye azt mondtam, hogy a marosszékiek egyébként is nagyon érdekesek, mert hogy nagyon nyitott közösségről van szó, viszont döbbenetes módon nagyon hosszú ideig egyszerűen nem jelenik meg náluk igazán klasszikus székely nemes, igazából ilyen nagyon gazdag székely primor sem, hanem megőrzik a sok lófő állapotát, és viszont mivel nyitottak, ezért ki vannak téve a beköltözésnek, és majd olyan családok érkeznek a 16. században, akik végképpen nem székelyek, és ők nem is tagozódnak be annyira a székely társadalomban, mint ahogy egyébként a kornisok vagy a petkiek tették. Ilyenek lesznek például a Toldalagi család. Toldalagi Mihály ugyan benősül végül is a székelységben, de mégis azt lehet mondani, hogy ő azért megőrzi ezt a kívülállóságát. Aki viszont ilyen elég ősnek tekinthető, ugye a Gyalakutai Lázár család, vagy a Szövérdi Gáspár család ebben az időszakban. Mi a helyzet? És akkor ide érkeztünk. Nem véletlen, a középkor során ugye egy nagyon izgalmas család emelkedik föl, akikről még nem beszéltem, a Csíkszentkirályi Andrási család. Azért nem beszéltem róluk, mert hogy ők egy nagyon izgalmas élettörténetet mondhatnak magukénak. Andrási Péter ugye a családnak az egyik nagyon, egyébként hihetetlen nagy karrierbe futó tagja, ő Bekes Gáspár mellé áll Bátor Istvánnal szemben, és amikor a Kerülő-Szentpáli csatában Bekes Gáspár csatát veszít, akkor gyakorlatilag teljesen elhagyja az országot, és ettől kezdve az Andrási család nem jelenik meg a székelység térképén. Ugye majd Krasznahorka várát kapja meg az Andrási család, és arra azért mindenképpen büszkék lehetünk, hogy ugye mégis például a monarchiának az első külügyminiszterét ugye ez a család adja, tehát egy székely származású család, akik egyébként a nemesi nevükben végig feltüntetik a csíkszentkirályi jelzőt. Tehát, hogy ezt a jelzőt azért megtartják. Akik viszont nem mennek sehova, azok a Szárhegyi Lázárok. Ők nem gyűjtenek akkora vagyont egyébként, mint az Andrásiak erre az időszakra, ellenben Gyergyót gyakorlatilag teljes egészében privatizálják, és egy ilyen nagyon masszív jelenlétet tudnak felmutatni. Ekkor nagyon fontos még a Betz család és a Damokos család is Csíkszékben. És akkor elérkeztünk a 16. századra. A 16. században számos, nagyon megrázó esemény történik a magyar történelemben. Ugye kezdjük a legfontosabb, hogy a Mohácsi ütközettel. A Mohácsi ütközetnek az lesz a nagyon durva következménye, hogy az a magyar királyság, ami hosszú ideig meghatározó tényező volt Közép-Kelet-Európában, egyszerűen szétesik. És
hát még azt a szégyent is el kell szenvedni, hogy meghal az uralkodó, az özvegye egy szinte csecsemő királlyal marad Budavárában, és még azt a szégyent is el kell szenvedni, hogy igazából Szulejmán szultán fogja diktálni a tempót, az, hogy itt a keleti területen létrejöjjön egy külön országszerű valami. Sokkal nagyobbra gondolt egyébként Szulejmán, amikor ő ezt kitalálta, mert a Tisza vonaláig kérdezte ezt az egész konglomerátumot. Tehát amikor Szulejmán megálmodja ezt a keleti Magyarország teóriát, akkor még mondom, egy ilyen hihetetlen nagy területről volt szó. És a másik pedig, hogy gyakorlatilag nincsen appelláta, a magyar királyság elveszíti a hadseregének a java részét, nem nagyon tud védekezni, és végül is 1541-ben egy szinte két évtizedes, nagyon komoly hát vergődést követően végül is ugye elfoglalják a törökök Budavárát, és ekkor megjelenik az ukáz, ez az ukáz az, hogy Izabella, az özvegy királyné, Szapolya János királynak az özvegye, pedig foglalja el ezt a keleti területet. Azt még érdemes talán tudnunk, hogy Izabella nem akart Erdélybe jönni, mert egy fiatal lányról beszélünk, aki éppen csak belelépett a felnőtt korba. Ugye az ő édesapja és édesanyja a lengyel uralkodó és a felesége, és azt szerette volna, hogyha Kassán lesz az ő központja, mert hogy az közel van a lengyel határhoz, és ő nyilván megijedt, hogy egyedül marad férj és támogató nélkül. Ebbe az erdélyi rendek nem mennek bele, végül is nincs mit tenni, Izabella megindul hatalmas társzekerekkel, és eljutnak először Gyaluba, ugye ez egy szapolyai birtok, később pedig, amikor majd Szatiló János erdélyi püspök meghal, akkor Gyulafehérvárt választják fejedelmi székhelynek. Hogyan érinti ez a székely társadalmat? Hát nagyon-nagyon kegyetlen módon. Például úgy, hogy nagyjából 1541-től kezdődően, amikor megérkezik ide Izabella, valójában nem Izabella hozza a döntéseket, hanem az ő nagyon befolyásos tanácsadója, akit Fráter Györgynek hívnak, ugye ő váradi püspök volt, és kincstartó már Szapolya János uralma időszakában, tehát megjelenik itt Fráter Györgynek a nagyon határozott elképzelései Erdéllyel kapcsolatban, és ő úgy dönt, hogy felismervén a székelyeknek a hadakozó készségét, bizony elkezdi minden évben rendkívüli hadiadóval terhelni a székelységet, miközben folyamatosan használja az ő katonai erejüket is. Ez oda fog vezetni, hogy gyakorlatilag egy évtizeden belül a székely társadalom nagyon legatyásodik. Hát ez teljesen világos, tehát ekkora megterhelést, hogy egyszerre adóztatják őket, és egyszerre kérik őket katonai szolgálatra, ezt nagyon-nagyon nehezen lehet elviselni. Ráadásul 1549-ben a nyírbátori egyezmény keretén belül Fráter György, aki végig lelki furdal azért, mert úgy érzi, hogy ő tehet róla, hogy a törökök elfoglalták Budavárát, vagy hogy ő erősen tehet róla, ezért aztán ő lelki furdalásból megköti titokban Izabella háta mögött a nyírbátori szerződést Ferdinánd királlyal, aminek az a lényege, hogy ha Ferdinánd meg tudja tartani Erdélyt, akkor Fráter György felajánlja ezt Ferdinánd számára. Tehát, hogy végre egyesüljön a magyar királyságnak legalább az a része, amit a török nem tart elfoglalva. Izabella nagyon kikészül, és az ő egyik családtagja, a támogatója Petrovics Péter mellé is áll, és megkezdődik egy polgárháború Erdélyben, és nagyon izgalmas és érdekes, erre még kevés forrást találtam, de képzeljék el, hogy a székelység az Fráter György mellé áll. Amellé, aki egyébként kizsigerelte, tehát, hogy tudhatott a székelyek nyelvén, mert minden esetre a székelyek nagy része Fráter Györgyöt fogja támogatni, és végül is ugye Fráter marad itt a Porondon, Izabelláik elhagyják egy időre Erdélyt, és a székelység támogatásával úgy tűnik, hogy Fráter egy ilyen Habsburg kormányzatot fog kialakítani. Ugye Fráter Györgyöt végül kivégeztetik, vagy illetve meggyilkoltatják a Habsburgok, és a székelyek ismét itt maradnak a saját maguk nagyon komoly problémáival. Mik ezek a problémák?
a Jusz régium behatol a Székelyföldre, egyre többször fordul elő már Szapolyai János alatt, hogy a székelyföldi birtokokat valahogy kiutalják olyanoknak, akiknek nem kéne. Egy csomó olyan dolog történik már az 1560-as év előtt is, ami fenyegeti a székely identitást és a székely önállóságot. És ezt követően, ugye nem tudjuk végigmondani, de Izabella 1559-ben meghal, akkor az ő fiatal fia János Zsigmond lesz a, hát tulajdonképpen még ekkor ugye nem megkoronázott, de mégiscsak választott királya ennek a területnek. Időnként azt is hívjuk, hogy keleti magyar király, úgy is nevezzük őt. És János Zsigmond bizony egy eléggé tapasztalatlan, legalábbis a hadviselésben, és ekkor megkezdődik egy nagyon komoly polgárháborús időszak, és a székelyek úgy érzik, hogy talán ezt a fiatal királyt meg lehet győzni arról, hogy túl sokat szenvedtek. Tehát, hogy valamilyen garanciát szeretnének kapni. János Zsigmond nem ért az egészhez. Lengyelországban nevelkedett, nem nagyon érti a székelyeket, úgyhogy igazából nem tud nagyon ebben jól tájékozódni, úgyhogy nem véletlen, hogy 1560-61-ben a székelyekben megfogalmazódik a felkelés gondolata. Tehát, hogy valamit végül ki kéne találni a szabadságunk érdekében. Viszont ekkorra már a székely nemesek nagyon erőteljesen behálózzák a székelyföldet, és például a kornisok, az udvarhelyszéki kornisok, hát bizony ezt a felkelést arra használják föl, hogy a székelyföldi Maros Széken birtokos riválisaikat megpróbálják kiütni a nyerekből, tehát egy belső háború is megkezdődik a székelyföldön belül. Lényeg a lényeg, hogy végül is a székelység elbukja ezt az egyébként valóban szervezetlenül kezdődő felkelést, és ennek az lesz a következménye, hogy 1562-ben a Segesvári Országgyűlésen megfosztja őket János Zsigmond a kollektív nemességüktől. Ez egy nagyon traumatikus döntés, egy olyan traumatikus döntés, amit a székelység a 16. század második felében egyáltalán nem képes megemészteni, teljesen érthető okokból. Gyakorlatilag minden korábbi nagyon fontos kiváltságtól megfosztja őket János Zsigmond, és az látszik, hogy János Zsigmond nem értette. Nem értette ezt az egész társadalmat, és úgy gondolta, hogy ez így nem jó. Próbáljanak meg a székelyek betagozódni a rendi társadalomba, tehát a feudális társadalomba, és azt mondja, hogy legyen úgy, hogy akkor a primorok és a lófők azok legyenek a nemesi társadalom részei, a közszékelyek pedig legyenek a jobbágyok, mert ők pedig adózzanak, és ők ne katonáskodjanak. Ez mindenkinek rossz. Egyébként a főembereknek is rossz. Ráadásul megépül a Székelyföldön belül két vár, ugye Székely támadt vár a Székelyudvarhelyen, és a másik pedig Székely bánya a Várhegyen. Ez a két vár gyakorlatilag ide fejedelmi katonasság települ, vagy királyi katonasság ekkor még természetesen. Az önállóság jelentősen csorbul, ezeknek a falvaknak, amelyek ezek körül a várak körül vannak, hát ekkor jobbágyi állapotba süllyedt közszékeljeinek, oda kell szolgálnia ezekhez a várakhoz. Tehát gyakorlatilag a 16. század második felére sikerül elérni azt, hogy ha bárki elkiáltja magát a Erdélyben, hogy székelyek, visszadom a szabadságotokat, akkor a székelyek egy jelentős része oda fog mellé állni. Ugye ez egy borzasztó rossz dolog, a székelyeknek is rossz, meg a fejedelemnek is rossz. Egyébként tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, és ráadásul azért probléma, mert jó, kimondják, hogy a primorok és a lófők azok legyenek nemesek. Igen ám, de ezt mindig éppen aktuálisan kell eldönteni. Tehát ha történetesen valakinek a mustra idejére megdöglik a lova, akkor ő már nem számít lófőnek. Tehát ez egy egzisztenciális veszélyhelyzet a székelység számára, és valóban a 16. század második felére ez egy komoly problémát fog okozni, a közszékelyek pedig megadóztatnak természetesen. Hogyan hat ez a székely primórokra, akikről beszélünk, ugye, akik a leginkább a nemesekhez hasonlítanak? Hát szétesnek a struktúrák, tehát azok a struktúrák, amikben tájékozódni tudtak, azok szétesnek, a közös földeket elveszik a királyi várakhoz, viszont van egy furcsa pozitívum, mivel akkora nagy a káosz, ugye tudjuk, hogy mindig van olyan, aki tud a zavarosban halászni, természetesen a nagyon rátermettek és nagyon tehetségesek ebben a káoszban többet tudnak nyerni, mint korábban, bármikor. Úgyhogy az történik gyakorlatilag, hogy azok a primorok, akik leghamarabb ébrednek föl, és János Zsigmond mellett katonai szolgálatot vállalnak, ők János Zsigmondtól nagyon jelentős adományokban részesülnek majd, és megkezdődik ezáltal
annak a székely nemességnek a kialakulása, akik már személyileg nemesek, érthető. Ugye? Tehát most már nem közösségi nemességről beszélünk, hanem egy személyi nemességről. Kik lesznek ennek a változásoknak a legnagyobb nyertesei? Ugye mondtam, hogy udvarhelyszéken érdekes módon olyan családok kezdik átvenni a hatalmat, vagy nagyon komoly hatalmat gyűjteni, amelyek egyébként eredendően nem székely származásúak, ilyenek a kornisok és a petkiek, ők hihetetlenül hamar megérzik az időknek a szelét, egy egész klánt hoznak létre, nagyon hamar, nagyon jól házasodnak a székelyföldön belül különböző primori családokkal, és nagyon hamar átterjeszkednek a szomszéd székekre, részben Maros-székre, részben pedig Három-székre is, és gyakorlatilag elérik, hogy Bátor István fejedelem idején főkirálybíróságot kapjanak mind a két család, párhuzamosan kapnak főkirálybíróságot, és gyakorlatilag a főkirálybíróságot hát bizony nagyon komoly zsarolásokra is felhasználják. Homorós-Szentpáli Kornis Farkas és Mihály két testvér voltak, Mihály hamarabb meghal, úgyhogy maradt Farkas. A széken belül a Homorod völgyében egy hatalmas nagy összefüggő birtoktestet tudnak létrehozni, jobbágyokat szereznek, vagy legalábbis ilyen kvázi jobbágyi állapotba szorítják a közszékelyeket. És Kornis Farkas pedig Bátor István nagyon tehetséges kancellárjával volt nagyon jó viszonyban, Kovacsóci Farkassal, és itt megint felhívna a figyelmet arra, hogy hihetetlen tehetséges egyébként a székely nemesség, mert rögtön az országos nemesekkel igyekszik kapcsolatot találni, azért, hogy a karrierjét jobban tudja építeni. A kornisok érdekkörében vannak, tehát a petkiek, a danielek, a Székely Mózes, ugye, aki nagyon rövid ideig erdélyi fejedelme is volt, és Pécsi Simon is, a híres kancellár, aki ugyan eredendően nem székely, de végül is már Ősi András, az ő nevelőapja gyakorlatilag székelyi, fogadja őt. A 16. század végétől és a 17. század folyamán azt mondhatjuk, hogy az a periódus, amikor a klasszikus primorságból átlépnek a székely, előkelők a székely, a személyes nemességnek az állapotába. Megjelennek a családi címerek, az előbb mutattam, ez a gyönyörűséges címer, ez a Petki családnak a címere volt, egészen kivételes és csodálatos darab. És ami még történik, hogy elkezdődik a Székelyföldön az udvarház építés. Miért fontos ez? Mert azt látják a székely főemberek, hogy nem elég, hogy katonáskodunk, hanem a nemeseknek vannak udvarházaik, reprezentálni is szükséges, úgyhogy megindul az udvarház építés folyamata. Ugye ennek az egyik első nagyon szép példája a Vargyasi Daniel kastély, ami azért hoztam erről képet, mert erre még van is, tehát hogy ez még éppen most is létezik, és ez egy nagyon korai darab. Jobbágyokat szereznek, ugye van egy klasszikus székely tevékenység, ez a hatalmaskodás. A hatalmaskodás az azt jelenti, hogy valamilyen erőszakot alkalmazunk, és megpróbálunk valakit a mi függőségünkbe vonni. Azt mondhatjuk, hogy a 17. században a Székelyföldön továbbra is alig vannak klasszikus jobbágyok. Tehát olyan jobbágyok, akik személyileg annyira függők lennének, mint a vármegyék területén élő jobbágyok. A székelyföldi jobbágyoknak sokkal több lehetőségük és joguk is van. Sőt, az 1614-es Betlen-féle jegyzékből tudjuk, hogy mert ő kikérdezte, az ő biztosai kikérdezték a székelyeket, hogy létezik egy olyan fajta nagyon izgalmas jobbágyi állapot, akiket úgy hívnak, hogy fejekötött jobbágyok, és ezek a fejekötött jobbágyok, ezek olyanok voltak, hogy ha nagyon szegény volt a család, akkor egy hadjárat idejére elkötötték magukat jobbágynak egy gazdagabb székelyhez, de ez nem azt jelentett, hogy ők egész életükre jobbágyok akartak lenni, hanem csak azért, hogy mentesüljenek a katonai kötelezettség alól. És akkor így tulajdonképpen megúszták a adófizetést is, meg a katonáskodást is, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas kis hát menekülő út volt a gyakorlatilag a 17. század elején a szegényebb székelyek számára. Illetve a 17. században, mivel valóban megjelenik a primoroknak a felemelkedése, gazdagodása, reprezentálása, hát ez bizony a székely közösség nem viseli jól, és megjelenik egy ilyen nagyon izgalmas népszokás a székelységen belül, amit korábban is gyakoroltak, de most kifejezetten az egyenlőség felborítóival szemben gyakorolják, ez a megdúlása a házaknak. Tehát, hogyha valaki nagyon kilóg a közösségből, akkor a közösség szépen oda megy,
és a földdel teszi egyenlővé a házát. Ezzel próbálván rávenni a közösség tagjait arra, hogy tartsák meg az ősi székely közösségi rendet. Ez természetesen nem sikerül, de mégis látjuk, hogy a székely közösség milyen hosszú ideig ragaszkodik ehhez a relatív jogegyenlőséghez. Konfessionalizáció, így nevezzük ma már, ez egy szerintem jó szó valóban, a reformáció és a katolikus megújulásnak a folyamatát, és nem elég, hogy annyi minden gazdasági és egyéb probléma nehezíti a székelyeknek az életét a 16. században, hanem még jön a reformáció is, és azért izgalmas hely a székelyföld, mert ilyen sok felekezet ebben az időben sehol nincs ilyen kis helyen, mint a székelyföldön. Ugye ez egészen elképesztő, higgyék el, az egész Európának a reformáció történetét ismerve nyugodtan mondhatom, hogy ilyen kis helyen sehol nincs ennyi felekezet. Nézzük meg, hogy ugye miről beszélünk. Ugye a reformáció korában az, hogy hogyan néz ki, vagy hogy egy falunak milyen lesz a felekezete, az nyilván a primoroktól függött elég erőteljesen. És akkor nézzük meg, hogy mi van a székelyföldön. Udvarhelyszék elitje, nagy részt, hiszen ekkor ők nagyon jóban vannak az uralkodóval, már János Zsigmonddal is, nagy részt unitáriusok lesznek. Azok a családok, akikről az előbb beszéltem, tehát a Kornisok, a Petkiek, a Danielek, az ugronok, ezek mind unitáriussá válnak ebben az időben, és ez egy 16. század második felében nekik nagyon komoly lehetőségeket is jelent. Amikor azonban a bátori fejedelmek korszaka elérkezik, akkor ugye az unitáriusság elkezdi a súlyát veszíteni, és ettől kezdve már az unitáriusok kevésbé lesznek jelentősek. Azért még van egy kis kifutása ennek a történetnek, udvarhelyszéken ugyanis nem csak az unitáriusok jelennek meg nagyon nagy számban, hanem megjelenik egy nagyon izgalmas felekezet, akiket ugye aztán szektának is neveznek, ugye ez pedig a szombatosság lesz, ugye itt nagyon nagy számban jelennek meg szombatosok, ugye éppen az már említett Ősi András környezetében, és gyakorlatilag nagyon nehéz is eldönteni egy idő után, a 16. század második felében, hogy valaki csak radikális unitárius, vagy már szombatos, tehát ez a kettő ez így elég rendesen összemosódik ebben az időszakban. Voltak olyan unitáriusok, akik magukat unitáriusnak tartották, de megvádolták őket, hogy ők egyébként már szombatosok lennének. Ami nagyon, az a terület, amelyiknek a társadalma és a főemberei nagyon mélyen megőrzik a saját katolikus identitásukat, az éppen Csík volt. Itt is végig söpör a reformációnak egy nagyon rövid időszaka, de gyakorlatilag mégis azt lehet mondani, ugye látjuk az Andrásiak közt például komoly protestánsok adódnak, viszont a Lázár család az szinte végig megőrzi a katolikusságát. Lázár András, éppen Bethlen Gábornak a nagybácsikája 2 éven keresztül mondja magát, úgy tűnik reformátusnak, de ez valószínűleg csak egy kilengés, hiszen már 1592-94 között úgy tűnik, hogy már azért ő is visszatér a katolikus hitre. Háromszék elitje többségében reformátussá lesz, ilyenek lesznek az abolai basák, a sepsiszentgyörgyi dacók, vagy a zágoni mikesek, viszont katolikus marad az abolai mikes család. Jó, nézzük még, hogy milyen átalakulások érik a 17. században a székelységet. Azt mondhatjuk, hogy mivel a székelység egy katonai társadalom, ahogy már megtanultuk, a háborúk a székely társadalmat tizedelik leginkább. Vannak olyan székely összeírások, amikor egy csomó székely neve mellé oda íratik, hogy debilis. Ugye ez nem azt jelenti, mint ma, hanem azt jelenti, hogy megsérült a hadjáratban. Tehát, hogy valamilyen nagyon komoly sérülést szenvedett, és a periratok, a székely periratok, amiket én nagyon szeretek tanulmányozni, azokban is nagyon sok, nagyon komoly sérülésről számolnak be. Az első ilyen nagy trauma az a 15 éves háborúnak a küzdelmei voltak. Gyakorlatilag vannak olyan székely primori családok, amelyek kihalnak a 15 éves háborúban. Olyan komolyan és annyi tagja vesz részt a székelységnek ezekben az ütközetekben. Például ilyen a homorú Szentvári Kornis család szinte teljes egészében kihal, nagyon sok fiúgyermek volt, és mégis, ugye ekkor fog meghalni Székely Mózes is, tehát egy nagyon komoly és nagyon komoly trauma az a 15 éves háború időszaka.
És a katolikus bátori fejedelmek alatt pedig visszaszorulnak az unitárius székelyek is. Bocskai Istvántól kezdődően Erdélynek református fejedelmei lesznek, és természetesen vérmérséklettől függött, hogy ezek a református fejedelmek mennyire tudtak türelmes valláspolitikát folytatni. Azt mondhatjuk, hogy Bethlen Gábor valóban tudott, tehát ő református létére is elég komoly vallási türelmet, felekezeti türelmet tudott mutatni. Minden esetre, ugye azt mondtam, hogy vannak olyan családok, amelyek fel tudnak emelkedni, ha a kornisok ki is halnak, udvarhelyszéken, Bocska István uralma idejére, és ezt kevéssé szokták tudni, bizony, udvarhelyszéknek az elitjével Bocskai jó viszonyba kerül, és amikor majd a székelység elsőként csatlakozik Bocskai Istvánnak a felkeléséhez, ugye ez egy döbbenetes dolog, mert Bocskainak bizony része volt abban, hogy amikor 1596-ban a székely farsangban nagyon sokakat kivégeztek, bizony Bocskai ebben rendesen ludas volt. De valahogy a székely tudat ezt a bátoriakra tolta, tehát a bátori családot tekintette igazán főbűnösnek, és Bocskai megmaradt ilyen szürke eminenciásként valójában ebben a történetben, viszont nagyon jó érzékkel vette észre, hogy a székelységet leginkább az udvarhelyszéki elit tudja mozgatni, és nagyon jó viszonyba kerültek Dezsi Petki Jánossal, aki gyakorlatilag egy pillanat alatt Bocskai mellé állította a székely társadalmat. Ez a Dezsi Petki János, ez egy olyan tehetséges székely nemes volt, aki nem csak gyönyörű címet csináltatott magának, hanem elérte az legmagasabb pozíciót, amit Erdélyben a fejedelem után el lehet érni, ugyanis Erdély kancellárja lett belőle. Tehát megjelenik már az, hogy a székelység kilép a székelyföld határain kívül is, az országos nemességben is karriert tud csinálni. Bátori Gábor, aki ugye Rákóczi Zsigmondnak a nagyon pici uralma után következett, Bátori Gábor félt ettől az erős székely elittől, és ezért az udvarhelyszéki elitet megpróbált a háttérbe szorítani, viszont előtérbe került számára Háromszéknek meg Csíknak a nemessége, és inkább ennek a két széknek adott lófőségeket, nemességeket, és ilyen módon ezeket vonta be leginkább a katonai vállalkozásaiba. Ez a folyamat, tehát hogy gyakorlatilag a 17. század végén lesüllyed az udvarhelyszéki elit, legalábbis hát azt korábbi hatalmát azt már nem tudja gyakorolni, és elkezd felemelkedni két másik széknek az elitje, a Háromszék és a Csíki. Bethlen Gábor alatt sem szakad meg ez a folyamat, ugyanis Bethlen Gábor alatt ugye számos rokoni kapcsolat fűzi a székelyeket Bethlenhez, és bizony Hidvégi Mikó Ferenc, csíki főkapitány lesz az egyik kitüntetett, illetve hát bizony közeli barátság fűzte Bethlen Gábort Béldi Kelemen háromszéki főkapitányhoz is, illetve hát azért lehetett pont háromszéki főkapitányá, mert Bethlen Gáborral nagyon jó viszonyban voltak. Viszont Bethlen Gábor sok nem székely származású nemest is betelepít a székelyföldre, és nekik ad vezető tisztségeket. A 17. század második felére tehát elkezd kialakulni, most már nem azt mondom, hogy egy székely nemesség, hanem egy székelyföldi nemesség. Olyanok is bekerülnek ebbe a közegbe, akik eredendően nem székely származásúak, de itt fogják megtalálni a számításukat, a karrierjük itt teljesedik be. Úgyhogy kialakul ez a fogalom, amit székelyföldi nemességnek nevezhetünk, nem kizárólag székelyekből tehát, viszont a székely vezető tisztségeket, vagy a széki vezető tisztségeket ezek birtokolják, gyakran egymással házasodnak, és egyre több udvarházat építenek, ugye hoztam egy helyi képet is. Ez a kép, ezt a vár az azért izgalmas, mert jól mutatja, hogy milyen hatalmas térfoglalási harc megy a 17. században a székely elitnek a tagjai közül. Mikó Ferenc, ugye Hidvégi Mikó Ferenc, ő nem egy csíki. A csíkiak nem szerették Mikó Ferencet. Minden erővel azon voltak, hogy hát hiába a nagyfejedelem választotta meg, nevezte ki őt a csíki főkapitánynak, de hát nincsenek csíki birtokai, és hát nem is nagyon jogos, hogy ő csíki főkapitány legyen, hát tudnak a csíkiak választani maguk közül csíki főkapitányt. Minden esetre ezért aztán belefog, persze megkapja a Csíkszeredának a jobbágyait Bethlen Gábortól Mikó Ferenc, és bele is fog egy vár építésébe,
ezzel egyébként megmutatva a csikjaknak, hogy ki az úr a háznál. Ugye itt azért a fejedelem által megválasztott főkapitánynak elég nagy volt a tekintélye. Igen, és akkor ha tovább lépünk, akkor már Apafi Mihály az utolsó regnáló erdélyi fejedelem korában vagyunk. Ugye ez gyakorlatilag a fejedelemség alkonyát jelenti. A székely nemesség, azért izgalmas ez a korszak, és azért szeretem nagyon kutatni, mert a székely nemesség sosem látott arányban kerül be az országos elitbe. És ez egy hatalmas dolog. Mit jelent ez? Gyakorlatilag már második Rákóczi György fejedelem idején elkezdődik a különböző székely családoknak, a székely főembereknek a felemelkedése. Az egyik legtehetségesebb ezek közül a korábban már látott Dezsi Petki Jánosnak, egy távoli rokonának, leszármazottának, Királyhalmi Petki István csíki főkapitánynak a pályáját érdemes megnézni. Ugye ez a Petki István, ő egy nagyon nagyon jó katona volt, egy nagyszerű hadvezér, egy a fejedelem főudvarmestere, főispán is volt egy vármegyében, ezt egyébként a székely főemberek ekkor már ambicionálták, hogy nekik legyenek főispáni tisztségeik a vármegyékben, és 1653-ban még a erdélyi törvénykönyvnek a létrehozásában is jelen van Petki István, tehát valóban az országos elitnek a legtetején foglal helyet. Az egész székelyföldi katolikus elitnek az egyik vezetője, majdnem minden árva székely katolikus fiúnak ő volt a gyámja, köztük Altorjai Apor Istvánnak, aki egy nagy pályát fut be majd ezt követően. Szegény Apor István le is írta, hogy ilyen Petki István egy ilyen igazi marcona, székely katona ember volt, aki folyton verte őt, időnként el is menekült tőle, elszökött, de aztán csak visszament, és hát valóban Apor Istvánnak még a házasság, az első házasságát is Petki István intézte, tehát egy igazi ilyen nagy formátumú székely ember volt, olyannyira, hogy nem csak hogy az erdélyi hadak hadvezére volt, hanem mivel a lengyel királynak segített ekkor az erdélyi fejedelemség, ezért kapott lengyel indigenátust, ez azt jelenti, hogy lengyel, ma azt mondanánk, hogy lengyel polgárjogot, vagy lengyel állampolgárságot kapott a lengyel uralkodótól hálából. Igen, és akkor ha tovább megyünk, akkor nézzünk meg még néhány ilyen nemesi családot, amelyek így kiemelkednek ebben az időben. Az egyik az Zabolai Mikes család. Érdemes itt megkülönböztetni, hogy ez nem az a Mikes család, ahonnan a mindenki által ismert Mikes Kelemen származik, mert ő zágoni volt, hanem most a Zabolai Mikesekről beszélek, akik hamarabb és nagyobb karriert futnak be ebben az időben. Második Rákóczi György idején már Rákóczi Györgynek a kancellárja lesz, tehát újra megszerzi egy székely nemes ezt a nagyon fontos pozíciót. Mikes Mihály, aki egy nagyon tehetséges, egyetemet végzett, fantasztikus figurája ennek a korszaknak, és olyan hűséges ember volt, hogy amikor második Rákóczi György vereséget szenved, és végül is ugye tudjuk, Gyalo és Lászfenes között ugye halálos sebet kap, elviszik őt szekéren a lyukas fejével Váradig, egészen horrorisztikus történet, ugye, és akkor ott Váradon végül meghal. Ezt követően Mikes annyira nem tudja otthagyni a Rákóczi családot, hogy az özvegyel, Bátori Zsófiával kiköltözik az országból, és inkább vele marad egészen a halála időpontjáig. Tehát egy ilyen gyönyörű, hűséges kapcsolat az övék Bátori Zsófiáé és Mikes Mihály. Bent marad viszont a Székelyföldön és Erdélyben az ő testvére, az ő egyik testvére Mikes Kelemen, ez nem az a Mikes Kelemen, hanem egy másik Mikes Kelemen, de egy nagyon tehetséges ember, egy főkapitány, székely generális volt, aki diplomatája is a korszaknak, és egy, amikor Petki István meghal, akkor ő veszi át a helyét a székely katonai elit vezetésében. És akkor már beszéltem róla, akit még mindenképpen meg kell említenünk, az Altorjai Apor István, egy hihetetlenül kivételes tehetség, az Apor család felemelője valójában, mert amikor ő elkezdi a pályáját, akkor nagyon szegények az Aporok, és amikor pedig meghal, akkor ő a leggazdagabb ember Erdélyben. Tényleg, egy székely főember, ő a leggazdagabb Erdélyben. Erdély kincstartója, ez már a gubernium idején következik be. Torda vármegye főispánja, erdélyi főgenerális, a katolikus restauráció egyik legjobb, legfőbb támogatója. Elképesztő, hogy milyen nagyon ügyesen reprezentál, nagyon szereti
megmutatni, hogy ő egy főnemes. Ugye ő már grófi címet is kap, és bizony, majd az ő unokaöccse meg is írja Apor Péter róla, hogy ő egy valóban a legnagyobb úr volt ebben az időben. Milyen módon volt úr? Képzeljük el, hogy ebben a korszakban, és én egyébként nem tudok másról a későbbi korszakban sem, ő az egyetlen magyar nemes, aki a pápára is hagyott a végrendeletében. Tehát egészen elképesztő az elkötelezettsége a katolikus egyház iránt. Tudjuk róla, hogy nagyon szerette a katolikus iskolákat támogatni, olyannyira, hogy amikor valamilyen verseny volt, akkor ő személyesen ment el, és ő adta át a kitüntetéseket a tehetséges diákoknak. Tehát még erre is volt gondja. Tehát nagyon tudott reprezentálni, és nagyon tudta támogatni a környezetét. És akkor nézzük meg, hogyha most katolikusokról beszéltünk, akkor nézzük meg, hogy a apafi korban kik voltak azok a székely nemesek, akiket érdemes megemlíteni, mert valóban magasra emelkedtek, és az országos politikát befolyásolták. Az egyik az a Hidvégi Nemes János, akinek a naplóját, hála Istennek, ugyan már régen ismerjük, de olyan nagyon régen adták ki, és akkor is részletekben ezt a naplót, a történelmi tárnevezető forrás gyűjteményben, hogy ez a 20. század legelején, 1902-ben jelent meg ezek a napló részletek, hogy úgy gondoltuk a Tortoma kiadóval, hogy célszerű Nemes Jánosnak a naplóját megjelentetni. Én mindenkinek szeretettel ajánlom, mert hihetetlenül izgalmas. Kiderül abból az, hogy egy székely nemes ember milyen mennyiségben utazott, hogyan kapcsolódott a székely társadalomhoz, hogyan fogadta a gyermekeinek a születését, hogyan temette el őket, milyen mélyen érzett ennek a kornak az embere, például a gyermekeinek a halálakor. Tehát egy egészen izgalmas és gyönyörű imádságok vannak az éveket lezáró napló jegyzetekben. Tehát Nemes János egy háromszéki főkapitány, tanácsúr is volt, diplomatája, többször járta a portán Apafi Mihály szolgálatában, és ő viszont a református székely nemességnek az egyik vezetője. Ez a gyönyörű kastély sajnos már nincs meg, a 19. században még ilyen szép képeket lehetett róla készíteni. És a másik egészen izgalmas figurája ennek a korszaknak, őt úgy hívták, hogy Uzoni Béldi Pál. Szintén egy háromszéki főemberről van szó, főkirálybírója volt a széknek. Béldi Pálnak az apukája, Béldi Kelemen, ő még egy elkötelezett katolikus volt, de nagyon hamar meghal, a fiai még kicsik. És gyakorlatilag első Rákóczi Györgynek volt egy ilyen reformátussá tevő pressziója a székelyföldi nemesek esetében. És végül is úgy alakult, hogy a Béldi Pál és a testvére János, aki fiatalon hal meg, ők mind a ketten reformátussá lesznek, és a lány testvéreik is egyébként. Tehát gyakorlatilag az egész család felekezetet vált, és maga Béldi Pál is nagyon-nagyon elkötelezett reformátusként élt. Viszont egy ilyen igazi fene gyerekként tartották őt számon. Remek katona volt, fejedelmi tanácsos lett belőle, és székely, sőt erdélyi generális is volt, viszont elég forró fejű volt, és bizony ez megnehezítette a politikai pályafutását, és noha nagyon magasra emelkedhetett volna, de az apafi korban nagyon komoly pártharcok zajlanak. Bethlen Miklós, aki később kancellár és lett Erdélynek, egy gyönyörű nagy önéletírásban írja le, hogy mi zajlik Erdélyben, és ő mint egy ilyen drámát, vagy egy nagy tragédiának a különböző elemeit mutatja be, a történeteket, hogy első volt a Bánfi Dénesnek a tragédiája, és aztán utána következnek ezek a nagyon durva történetek. Gyakorlatilag megindul, tehát Apafi Mihályt nem tartották túl erőskezű fejedelemnek a korszakban. Ugye volt egy nagy gyengéje, hogy nagyon szerette az italt, és még az átlagnál is. Tehát a korszakban ez rendben volt, de délutánra már nagyon-nagyon részeg volt szegény Apafi Mihály, úgyhogy ezért aztán bizony nagyon komolyan befolyásolható ember volt, és megindul a főuraknak a egymással szembeni nagyon komoly harca, és ebben Béldi Pál nem a józan belátást képviselte, úgyhogy végül is őt kétszer is börtönbe, tehát egyszer börtönbe zárják, egyszer pedig megmenekül a börtönbe zárástól, de olyan módon, hogy ki kell menekülni a portára, és végül is ott is börtönbe zárják, és börtönben fog meghalni. De minden esetre az jól látható a ruházatából is, hogy egy nagyon elegáns, hatalmas birtokokat magáénak tudó erdélyi székely nemes emberről beszélünk.
Mit mondhatunk tehát összegzésképpen akkor mindezzel együtt? Azt láthatjuk tehát, hogy a székelység, és ez egy nagyon fontos tulajdonsága, noha a 1562-ben elveszítette az alapvető kiváltságait, zárójelbe jegyezzük meg egyébként, hogy Báthory Zsigmond fejedelem, amikor ugye ő ötször mond le és ötször jön vissza Erdély élére, ez egy ilyen eléggé kaotikus és kicsit ilyen pszichésen problémás fiatalember volt. Minden esetre Báthory Zsigmond belátja azt, hogy ez rossz volt ez a székely kiváltságok elvétele, és ő próbálkozik a székely kiváltságok visszaadásával. Sőt, Rákóczi Zsigmond fejedelem, bár nagyon kevés ideig volt fejedelem, ő még a ökörsütést is vissza akarta vezetni a székelység jogosítványai közül. Tehát gyakorlatilag vannak törekvések, illetve ami még gyönyörű, hogy Bocskai Istvánnak a végrendeletében, Bocskai, aki pedig nagy főkolomposa volt ugye annak, hogy a székely farsangban milyen sokakat elintéztek, de minden esetre Bocskai István külön meghagyja a végrendeletében, hogy a székely szabadságot, a katonasságot meg kell tartani. Tehát ha valami nagyon fontos végrendelet ráhagyományozódik a 17. század erdélyi fejedelmeire, akkor az az, hogy a székely nemességet, a székely katonaságot meg kell őrizni. És bár nem egyforma módon, Báthory Gábor nagyon épített a székely katonaságra, Bethlen Gábor inkább a hajdukra épített, de a székelyekre is. Aztán első Rákóczi György már megint épített a székelyekre, és később második Rákóczi György nagyon épített a székelyekre. Ott megint akik a legtovább második Rákóczi György pártján voltak, azok a csíki székelyek voltak. Nekik a halála előtt még ír egy gyönyörű köszönő levelet, amiben megköszöni a csíkieknek a hűségét. No, tehát mit mondhatunk erre? Minden megrázkódtatás ellenére a székely társadalom képes megújulni. Sőt, olyan, és ezt egy nagyon fontos tulajdonságának gondolom, hogy na, nagyon sokáig nagyon-nagyon komolyan igyekszik visszaszerezni a kiváltságait, de nem áll meg itt, és én ezt az életképességnek a jeleként értékelem, hanem igyekszik megtalálni az új utakat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy miközben folyton várja, hogy visszaadják neki a régi kiváltságait, közben pedig mindenről lemarad. Magyarul a 17. századi székely nemesség képes arra, nem csak arra, hogy beépüljön az erdélyi nemesi társadalomba, hanem arra is képes, hogy ebben a nemesi társadalomban előkelő helyet foglaljon el. Amikor vége van az erdélyi fejdelemségnek és létrejön a gubernium, akkor kiderül, hogy a gubernium vezető köreiben nagyon magas az aránya a székely származású nemeseknek. Az aporok, a kálnokiak, illetve a mikesek is nagyon fontos pozíciókat tudnak megszerezni. Ergo azt mondhatjuk tehát, hogy a székelyföld noha átél nagyon komoly megrázkódtatásokat, úgy tud átlépni a 18. századba, hogy egyrészt, ezt már tudjuk az Imre István kutatásaiból, meg tudja őrizni a székely szabadoknak egy nagy százalékát, tehát gyakorlatilag nem vészel a székely szabadság, és még emellett alakítójává is tud válni a mindenkori erdélyi politikának. Én nagyon köszönöm, hogy kitartóan meghallgattak.